Az enzim működés vizsgálatát végezzük pH függvényében. Az enzim, amelyet ehhez segítségül veszünk, ez a pepszin. A pepszin a gyomorban termelődik, fedősejtek és fősejtek működnek ebben közre, a fősejtek pepszinogént termelnek, és ennek az átalakításához szükséges a fedősejtek által megtermelt sósav. Így a gyomornevnek a pH-ja 1,5-2-es lesz. Azt vizsgáljuk meg, hogy a különböző pH-jú környezet hogyan befolyásolja a pepszin működését. Mivel a pepszin fehérjebontó enzim, ezért az egyes kémcsövekbe fehérjét is teszünk. Az első kémcsőben 2 mólos sósavoldat van, és a fehérje. A második kémcsőben 36%-os sósavoldat, amibe beletettük a fehérjét. A harmadik kémcsőben csak víz és a fehérje. A negyedik kémcsőben nátriumhidroxid oldat, és benne egy fehérje darab. Ezekbe a kémcsövekbe ezután pepszin oldatot teszek. A kémcsöveket összerázzuk, és megvizsgáljuk 15-20 perc elteltével, mi történik az egyes esetekben. A várakozási idő leteltével nézzük meg, hogy mi történt az egyes kémcsövekben. Először univerzál indikátorral megnézzük a kémcsövekben uralkodó pH-t. Az első kémcsőben gyengén savas pH volt, ez az indikátor szerint körülbelül 3-as pH-nak felel meg. A második kémcsőben tömény sav volt, megnézzük ennek is a pH-ját. Egyes pH-nak felel meg. A harmadik kémcsőben víz volt, ezt mutatja az indikátor, semleges pH-jú. A negyedik kémcsőben pedig a nátriumhidroxid oldatnak megjelenik a lúgos pH-ja, az indikátor színét mutatja. Nézzük meg, hogy az egyes kémcsövek közül melyikben történt fehérjebontás, tehát a pepszin hol volt olyan környezeti tényezők között, amely ezt lehetővé tette. Az első kémcsőben, amiben sósabb volt, de kis koncentrációban, a fehérje darab megmaradt, tehát a pepszin ezen a pH-n nem tudta kifejteni a hatását. A második kémcsőben erősen savas pH-n működött az enzim, és amint látható, a fehérje darab foszlányok formájában található meg a kémcső alján. A harmadik kémcsőben víz volt, tehát semleges pH-n sem működik a pepszin. A negyedik kémcsőben a nátriumhidroxid oldatban lúgos pH van. A lúgos pH sem alkalmas a pepszin működésének az aktivitásához, mivel a kémcsőben itt látható az emésztetlen fehérje darab. Ebből a kísérletből
azt a tapasztalati tényezőt vonhatjuk le, hogy a pepszin működéséhez szükséges optimális pH 1,5-2-es pH a gyomorban is ilyen kémhatás mellett történik a pepszin által a fehérjéknek a lebontása.